Sziasztok, kell vagyok. Ez pedig a Mindenomi Családi Ház vlog adása. Idén februárban kaptam egy felkérést a Marsalablak gyártó Kft-től, hogy a szokásos éves partnernapjukon tartsak egy rövid előadást, nyilvánzáró beépítés az építés szemszögéből címmel. Összeszedtem hozzá egy csomó háttéranyagot, amit így az elmúlt években láttam, fotóztam, tapasztaltam. Ebből kerekedett egy rövidebb előadás. Tartsatok velünk! 24 éve foglalkozom tervezéssel, jó pár évig kiviteleztem is, nagyobb rész családi házakkal, lakossági ügyfelekkel. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert teljesen más a hozzáállása a céges, illetve nagyobb kivitelező cégeknek. Családi házaknál sajnos ritkán kérnek részletes kiviteli terveket, amik a nyílázáró csomópontokat, falazási terveket tartalmaznák, így legtöbbször a könyves matekozza ki egy 1-es százas léptékű rajzból, hogy az adott ablak hová fog esni illetve alakítja ki a nyílást és redöntöknek a helyet annak megfelelően, hogy éppen milyen lábbal kelt fel. A meglévő épületeknél a megrendelő óhaja az, hogy egy nap alatt megvalósuljon a nyílászáró csere, ablak ki, ablak be, és mindenki boldog. Hát ez nem egészen így van. Mivel az építőanyag és telekárak egyre nőnek, egyre több lesz a régi épület korszerűsítése, ahol az egyik legnagyobb tétel a homlokzati nyílászárók, ennek megfelelően kellene ezekkel foglalkozni indítsunk egy kicsit messzebbről. Mi is az a hőhíd? Leegyszerűsítve, olyan hely a külső határoló felületeknél, ahol a felületi hőmérséklet különbség miatt ki tud csapodni a levegőben lévő pára. Általánosságban elmondható, hogy normál belső páratartalom és hőmérséklet mellett a 14 fok alatti felületi hőmérsékletek már komoly hőhídként jelentkeznek, ahol penészedés lesz. Mi a mostani modern házak, illetve felújított házak baja? A rész nélkül végzett felújítás és korszerűsítés. Van egy kis pénz, akkor nyilázárót cserélünk, majd a következő évben hőszigetelünk, és a többi. A régi épületek hőszigetelés hiányában egyenletesen hideg felületekkel rendelkeznek, tehát az épületen belüli pára egyenletesen eloszlik. Amint elkezdjük szigetelni a szerkezeteket, megemeljük ezek felületi hőmérsékletét, azaz a pára koncentráltabban tud kicsapódni a még maradék hideg felületeken. Ebből a szempontból, tehát régi épületeknél nem jelent hőhidat egy betonpárkány, vagy a geréptokos ablak felett régi rednő szekrény, hiszen minden más felület is hideg. Sokszor hallom azt, hogy a nyilázáró csere és vagy homlokzati hőszigetelés után kezdődött el a penészedés, vízesedés, tehát becsomagoltuk műanyagba a házat, az nem lélegzik. Nincs olyan, hogy lélegző ház vagy lélegző fal. Van rendesen hőszigetelt és rosszul hőszigetelt épület. Amikor a régi épületeknél az ablakcsere annyit takar, hogy kiveszik a régit, beraknak egy ugyanakkora újat, gyakorlatilag kidobták a pénzt az ablakon, az ablakra. Volt, ahol konkrétan sírva fakadt az eladó idős úr, amikor mondtam neki, hogy a fél éve berakott új nyilázárói mennek a kukába a felújításnál, mert nincs hely. Hőszigetelésnek bemaradt a betonpárkány, stb. stb. De hát ezeket neki senki nem mondta, hangzott el. Igen, manapság boldog-boldogtalan nyílászárokat árul, illetve még mindig sok helyen találkozom azzal, hogy majd a könyves beépíti. A korrekt tájékoztatás kötelessége lenne minden árajánlat adónak, mert soha nem fogunk tudni kilépni ebből a magyaros, jól van az úgy hozzáállásból. Lapozzunk vissza az előző geréptokos ablakhoz. A rendes ablakcsere az így néz ki. Régi ablak kijön, ablakpárkányt kivésni, redőnytokot és az előtte levő szoknyát kiszedni, ablakkávát síkba hozni, XPS-sel hőszigetelni, alul szükség szerint itong, felfalazás plusz XPS, felső toktoldó az ablakra az újra döntök mögött. Az XPS helyett toktoldó is mehet körbe, de ebben az esetben nincs lehetőség esetleg játszani a méretekkel, ha a könyves kicsit túl sok aktivált reggelizett. Látható tehát, hogy ez nem egy napon belüli és nem egy szakágas munka. Meg lehet csinálni természetesen egy nap alatt is, de annak megvan az eredménye, látszatja. Itt például a külső hőszigeteléssel ráfordultak a tokra, nem is marad belőle látszó felület, sőt az alsó pára kivezető nyílásokat is eltakarták. Egy egyszerű alapelvet kellene betartani. Minden irányba legalább 5 cm toktódó legyen, mert akkor ezzel a beforduló hőszigetelésnek biztosítottunk helyet. Természetesen ezen felül is kell a többi toktóló, tehát redőnybevezetésnek, párkányfogadónak, stb. Mennyivel egyszerű dolgunk van új építés esetén, gondolhatnánk, de ez nem így van. Eleve az ablakok falban lévő pozíciója fogja meghatározni a beépítés mikéntjét. Az ábrán zölden látszik az ideális elhelyezési pozíció, de ebben az esetben az árnyékolást a hőszigetelés vastagságának kell takarnia, ami redőnytök esetén 16-20 cm. A sárgával keretezett megoldás az életszerű, tehát befordul káva hőszigeteléssel. Legtöbbször bejárati ajtók és RK ajtók esetében találkozom az alsó toktoldó vagy purenit hiányával. Jobb esetben itungotraknak raknak alá, de nagyon sokszor csak kilóg alól az ajzatbeton, komoly hideg sávot generálva az ajtóvonalában. Előnye ennek a megoldásnak az, hogy a külső oldalon soha nem fog jegesedni a járda. Sok helyen látni, hogy a toktoldó helyett XPS-t mondván, hogy így nem hőhidas. Azt tényleg megoldották, viszont a küszöbnek nincsen merevítése, egy idő után pedig az XPS deformálódni fog, a küszöb huppog, és persze nem is zár légtömören. Építés szemszögből komoly probléma a hőhidon kívül, hogy nem tudjuk rendesen felhajtani a lábazati vízszigetelést, azaz például az erkélyajtó üvegfelületén lecsorgó eső, szeles idő esetén például, be fog folyni a nyílázáró alatt, tönkretéve a belső oldali parketta A beépített téma témakörő egy szintén problémás halmaz. Mennyi a redöntok magassága? 16,5 cm normál ablak esetében. Kivitelező fogja magát, és 16 cm eltolással megcsinálja az áthidalókat. Ebben ugyan elfér a redöntok, de fölötte nem lesz hely a hőszigetelésnek. A válasz erre az szokott lenni, hogy a redöntok hőszigetelt, hiszen van rajta nikecel. Igen, csak éppen a redőny doboz alulról nyitott, tehát az egész nem ér semmit. Sok helyen látom az utolagos ellenőrzésnél, hogy a redőny mögé nem kerül be a hőszigetelés, holott az ablak beépítésénél erre hagytak helyet. A hőkamerán ezek gyönyörűen látszanak a későbbiek során. A párkánynál van, amikor simán a vászkeremje a téglára ültetik az ablakokat, a lyukocsos téglára pedig csak a párkány kerül. Ha nincs legalább 2 cm XPS az ablak alatt, akkor ez komoly hőhitként jelentkezik, ahogy ez látható. Extrém megoldás, amikor a párkány alá karton tesznek, mert az csak 1 cm vastag. Igaz, hogy pár hónap alatt konkrétan porrá omlik a külső levegőtől, de az már nem érdekes. Az ablakforgalmazóknak felróható hiba, amikor 120 cm- és nagyobb szélességű ablakokat egy legyártanak három réteg üvegezéssel. A szárnynak akkora súlya van, hogy folyamatosan állítgatni kell a vasalaton, egy húzatos kicsapódás esetén ez meg is pecsételheti az ablaknak a sorsát. Az ilyen ablakok légtömörsége elég hamar megszűnik, a hőkamerával szoktam látni a vasalatos oldalon a hideg levegő beáramlását. Ez természetesen az építészek hibája is, nem szabadna nekik ilyen terveket kiadni a kezükből. A hőkamera egyébként nagyon hasznos tud lenni, érdekes dolgokra deríthet fényt. Nincs semmi extra képen, igaz? Nézzük meg hőkamerával. Ragasztott gipszkartom van a vakolat helyett. Az ablak beépítése során használt ékek vagy bent maradtak, vagy kivették őket, de a helyük az már nem lett tömítve púrhabbal. Ahogy ennél az erki sem. Olyan, hogy hőszigetelt garázsajtó nem létezik. Panelek hiába szuperül hőszigeteltek, amikor az illesztés és a sín nem tud az lenni. Ezek apró problémának tűnnek, viszont rengetegszer találkozom azzal a panasszal, hogy kóbor szelek vannak a házban, Enyhe húzatot lehet érezni, aminek nem tudják az okát. Minél jobban korszerűsített egy épület, annál idegesítőbb és komfortot rombolóak ezek, és sajnos nagyon nagy részükért a nyilázárok a felelősek. Nem gyártmány szinten, hanem beépítési hiba, illetve befejező munkák nem megfelelősége miatt. Ezt az épületet körülbelül két hete néztem meg vásárlás előtt, jeleztem a problémákat a kivitelezőnek, hogy ide 2 cm XPS kell, és így már csak lemez bárkány fog beférni. Meg is ígérte, hogy meg lesz csinálva. Az épület nagy részén ez sikerült is, de az egyik fronton a bádogos előbb jött, mint a homlokzatot hőszigetelő, így ez elmaradt, ahogy a hőkamera ezt meg is mutatta. Sok ember, sok szakák dolgozik egy házon, hozzáértő felelős pedig kevés van. Pár évvel ezelőttig uri huncutságnak tartottam rá a szalagos beépítést, hiszen egy nem passzív házban minek. Mivel drasztikusan romlik a kivitelezés minősége, a legalább egyoldali oldali beépítést már igenis propagálom, mivel sok hülyeség ellenvédelmet nyújt. Mindig mondom, hogy a legutolsó segédmunkás is 300 ezeres okos telefonnal rohangál, nem tart semmiből pár fotót készíteni az aktuális helyzetről. Le kell dokumentálni mindent, mert később sok vitás helyzetet megoldhat. Ha ti felelősen dolgoztok a saját munkátokban, felhívjátok a figyelmet arra, hogy a megrendelő hülyeséget szeretne, akkor talán teszünk egy lépést a jobb minőségű házak irányába. Köszönöm.